Onnan becélzett minket, és akkor lőtt. Néhány 10 méter választotta el a beszélgető fiatalokat és a lövöldöző férfit egymástól. A két fiú azt mondja, itt a ház előtt álltak akkor, amikor lövésre lettek figyelmesek. Elbújtod a villanyoszlop mögé, aztán egy nagy csattanást hallottam, meg a fejem mellett egy idét suhanást, egy ilyen süvítés. A másik tinédzser számára nem volt ismeretlen a lövöldöző férfi. Elmondása szerint ugyanis egyszer már megpofozta őt és testvérét is. Beszélgettünk a szomszéddal, és akkor oda jön, és akkor azt mondja, hogy mindenki takarodjon haza. És akkor mondtam, hogy nem, mert én várom anyámat, és nem maga mondja meg. A fiatalok az édesanyja javaslatára hívták ki a rendőrséget, aki, mint mondta, nagyon aggódik a gyermekeiért. Itt beszélgettek a barátokkal, a gyerekeim, és ő megjött, és lepofozta mindegyiket. Egyiket egyik nap, másikat másik nap. Abból nem csináltunk ügyet, csitítottam a fiúkat, hogy hagyjuk az egészet a fenébe. A lövöldözést követően a rendőrség elfogta és őrizetbe vette a feltételezett elkövetőt, aki a gyanú szerint ezzel a légpuskával akarta elcsitítani a fiatalok beszélgetése miatt dübegurult kutyákat. A hatóság fegyverrel elkövetett garázdasággal gyanúsítja a férfit. Az 53 éves férfi ittas állapotban volt, amikor lövöldözött. Kihallgatása során annyit mondott a rendőröknek, hogy hangoskodtak ezek a fiatalok, beszélgettek az utcán, és ezért a kutyák elkezdtek ugatni, ami őt zavarta, és ezért lőtt a fiatalokra, hogy megijessze őket. A lövöldözésben senki sem sérült meg. A tinédzserek azt állítják, a férfi rájuk célzott a lövéseknél. A gyanúsított azonban vallomásában azt mondta, hogy egy közeli fa lombkoronájára lőtt.